Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Áldott, aki az Úr nevében jön. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mutass utat a Te igéd által, hogy szavaink és tetteink Isten dicséretté legyenek. Amen. Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből az 5. fejezet 8b és 9. verseit olvasom, melyek a következőképpen szólnak. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Kedves testvérek a Krisztus Jézusban, bár ismerünk más egyéb energiaforrásokat is, mégis mindközül a legfontosabb a fény. Köztudott, hogy még az iparosodás motorját jelentő, úgynevezett fosszilis tüzelő anyagok alapja is az ősi növények által elraktározott napfény. Azaz tulajdonképpen ezek felhasználásakor ősi napenergiát használunk. Igaz, ezzel egyúttal komoly terhet róva önmagunkra és környezetünkre. De közvetve a mindennapi kenyér, az ételeink is mind-mind köthetőek a napfényhez. Hiszen a növények által felhasznált energia közvetett módon mindig fontos szerephez jut abban, hogy étel kerülhessen az asztalainkra. Nem véletlen tehát, hogy a napnak, vagy egyáltalán a fénynek ilyen jelentős a szerepe mindenfajta vallásosságban. Maga a nap is, mint égitest, számos primitív vallásban különleges, isteni szerephez jut, mint éltető, működtető, az egész világot beragyogó égi csoda. Ezért is olyan fontos a keresztény tanításban annak a megvallása, amikor Jézus Krisztusról az ő szavai nyomán úgy beszélünk, mint a világ világosságáról. Mert ami a kézzel fogható anyagi világ számára a nap, és annak éltető fénye, az a lélek számára Jézus Krisztus jelenléte, a vele való kapcsolat, a vele való közösség. Ennek a krisztusi lelkületnek pedig, ahogyan a gyümölcsöt termő fa is nap érlelte gyümölcsöt hoz, ennek a krisztusi lelkületnek szintén valami szép, illatos, finom, értékes, örömöt, boldogságot hozó a gyümölcse. És hogy mik is lehetnek ezek a gyümölcsök? A jó szó, az egymásra figyelés, a jó kedv, a hálaadás, az őszinteség, de akár még egy szívből készített, illatával asztalhoz hivogató étel is képes kifejezni azt, ami a Krisztus általi ragyogását a léleknek közvetíteni tudja. Csupa jóság, igazság, egyenesség. Amikre épp a legnagyobb szükségünk van, ezek a Krisztussal való közösségünk ajándékai, gyümölcsei. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldó kegyelmeddel légy velünk, hogy életünkön átragyogjon Krisztus világossága, és hitünk gyümölcsei ajándékká lehessenek
a ránk bízottak számára. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.